Nézzük akkor az első megfigyelési szempontot, amit ennél a képnél mindenképp tudatosítani kell, mielőtt neki elsz festeni. Mivel ugye ezen a képen nincs konkrét dolog, nincs ember alkotta dolog, hogy híd vagy épület, amire a figyelem ráirányulna. Ezért az első dolgunknak annak kell lenni, hogy megkeressük, hogy ennek a képnek mi a fókuszpontja. Hogy mik azok az irányok, amik hova vezetnek az irányok. Tehát ennek a képnek itt középen van, az a pataknak a vége van, itt van a fókuszpontja. És hogy miért itt van a fókuszpontja, hogy azt tudod megfigyelni, hogy minden irány ide mutat. Ugye nem csak az, hogy a pataknak az íve mutat ide, hogy ugye innen indul a patak, és ide jön be, tehát innen kiszélesedve szűkül oda be, sőt még a patakon belül is a fő színek, azok úgy vannak, hogy ugye itt a víznek a világos része, tehát ez a háromszög, ami innen kiszélesedik és beszűkülve mutat a pataknak a közepére, és itt is van egy ilyen sötétebb háromszög, ami ide mutat, tehát nem csak a vízen belül vannak meg ezek az irányok, hanem még itt a lomboknál is. Ugye az első rész, hogyha megnézed ezt a kis utat, el is innen indul, és jön be ide középre, és itt is ugye innen indul, és jön be ide középre. Sőt, még a lomboknál is meg lehet figyelni azt, hogy a lombnak ez a háromszög része, tehát ez a háromszög, ami innen szélesedik és szűkül ide be, ezek a sötétebb részek, itt van ez a sötétebb lombkorona, tehát túloldalon is itt van ez a sötétebb háromszög. És ugye ez a rész, ez a háromszög, ami itt van középen, ez az, ami világosabb, sőt ugye ezen a világosabb belül is van még egy ilyen nagyon világos terület, ami az egész képnek a fókuszát jelenti. És ugye ez azért fontos, mert festésnél is ezeket a háromszögeket, ugye most mind háromszögre van bontva ezek a képek, ezeket a háromszögeket figyelni kell, hogy hol vannak, hol helyezkednek el. És nagyon nem mindegy az, hogy ezeket a formákat mondjuk hova tesszük. Tehát nem lehet az, hogy mondjuk ez a fehér fénycsillanás a vizen nem itt van, hanem itt van. Mert más lesz a képnek a jellege. Nem mindegy az, hogy így, hogy ez az egész bokor, itt van egy sötét háromszög, hogy ez a sötét háromszög ennyire jön föl, vagy csak ennyire jön föl, vagy pont ekkora, mint ez a rész. Mert teljesen megváltozik a képnek a jellege, hogy ezeket a tónus különbségeket nem veszük észre. Tehát mindenképpen először azt kell tudatosítani, hogy mi a képnek a fókuszpontja, és arra figyelni, hogy minden irány oda menjen, oda fusson be, festésnél is. Tehát a tónus különbségeket kell majd észrevenned a festésnél is. Egyébként egy festményén szerintem nem azon szokott elbukni, hogy valaki nem tudja kikeverni a színeket. Meg nem azon szokott elbukni, hogy nem jól használja valaki az ecsetet, hanem pont ezen a dolgon szokott elbukni, hogy nem vesszük észre azt, hogy az irányok egyfele mutatnak. És simán megfessük azt, hogy mondjuk ez a sötét patak rész egy kicsivel följebb van, vagy egy kicsit lejjebb van, és már teljesen megváltozik a képnek a jellege. Mondjuk ugye most, mivel tájképről van szó, ilyen kisebb eltérések nem okoznak nagy problémát, tehát ilyen nagyon pici eltérések nem okoznak problémát, de mondjuk ugyanez a forma megfigyelés egy portrénál viszont már gondot okoz. Tehát, hogy ott nagyon nem mindegy, hogy az egyszínű formákat hova tesszük. Itt nem okoz nagy problémát, de azért a fő irányoknak, ezeknek a fő formáknak a helyén kell lenni mindenképp. És akkor most nézzük azt, hogy ezen kívül, hogy a fő irányokat látod, hogy mik azok, amit még részletesebben meg kell figyelni, és mit kell még tovább boncolgatni, és előkészíteni, és tudatosítani, hogy aztán majd jól menjen a festés.